Pénteken 17 órától, tehát a Bónum TV műsorán is látható lesz az Idők jelei című film. Erről beszélgetünk most Maklári Ákos atya, a vendégem, a készelnöke. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké, szeretettel köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást! Na, hát először nézzük meg, hogy az Idők jelei könyvről, remélem, hogy már hallottak a Bónum TV nézői, arról is beszélgettünk már korábban a délelőttben. Hogyan lett ebből film, vagy mennyire alapja a könyv ennek a filmnek? Az Idők jelei program az 2015-ben indult, ez a harmadik könyv, ami megjelent, és a könyv témája alapvetően a négy sarkalatos erény. A négy erény, és arra gondoltunk, hogy a könyv az megfogalmazta sok-sok jó keresztény gondolkodó embernek a véleményét arról, hogy ez a négy erény hogyan kell, hogy megjelenjen a közéletben. És a közéletet itt értsük a legszélesebb spektrumon, tehát mit szeretnénk kérni, mit várunk el keresztény emberként a közéleti emberektől és a közszereplőitől, természetesen magunktól is, mint szavazó választópolgároktól, hogy a négy erény szerint működjünk, dolgozzunk, szolgáljunk. Ez volt a könyv, és ezzel párhuzamosan elindult egy megkeresés a Stratkom Kft. Felé, hogy szeretnénk ezt a négy erényt a könyvből kiindulva, de attól egészen eltérő módon, hogy is mondjam, egy kicsit reklámozni. Jobban fölhívni rá a figyelmet, és kértük őket, hogy készítsünk együtt egy filmet, aminek a trailerét láttuk az előbb. Krisztis Dezső és Szögi Lackó rendező munkáját dicséri ez a szerintem nagyon szép 66 perces munka, ami alapvetően mindenkinek készült, de örülök annak, hogy leginkább a fiataloknak. Kell reklám a négy sarkalatos erénynek ilyen téren is? Hogyne. Nagyon-nagyon kell a reklám. Azt gondolom, hogy azért, mert ha megnézzük, hogy manapság a fiatalok és az aktív korosztály, de maradjunk inkább a fiataloknál, mire vevők, mit néznek, akkor azt látjuk, hogy azokat a szuperprodukciókat, mozifilmeket, amelyek sokszor a fantasy, sokszor a kitaláció kategóriában vannak, amivel semmi baj nincsen, de ha megnézzük ezeket a filmeket, amiket milliók, százmilliók néznek meg évről évre, akkor azt látjuk, hogy ott a főhősök, legyen azok emberi lények, vagy kitalált figurák, mindegyik valamilyen erénnyel rendelkezik. Vagy mert bátor, vagy mert okos, vagy mert olyan tehetséges. Tehát valahol mindenki valami erényt reklámoz, de azt gondolom, hogy nem jön át ennek az üzenete annyira, amennyire kellene. Mert a látvány, mert a technikai világ és minden más, a felszínes sztori elviszi az igazi mondani valóját ezeknek a filmeknek, amelyek nem az ördögtől valók, mert szerintem ugyanarról beszélnek, hogy milyen fontos a bátorság, milyen fontos az, hogy hűséges legyél, hogy jó barát legyél, hogy egyensúly legyen az életedben, mértéktartó legyél, és így tovább. Tehát ezek a filmek szerintem nem teljesítik be ezt az üzenet átadást, és ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan filmet készítettek a készítők, amelyben ezek az erények nagyon is érthető módon és nagyon egyszerű gondolatokkal bontakoznak ki, és nem úgy, hogy most beült egy atya, vagy egy filozófus, vagy bárki más is előadást tart, hanem húsvér emberekkel, erényes emberekkel beszélgetnek, és fiatalok beszélgetnek, akik önmaguk is emésztik ezt az egészet, és igazából egy ilyen nagyon érthető, és a nézőt bevonzó, feldolgozó filmet fogunk látni, ha megtekintjük. Ha szabad így fogalmaznom, akkor nagyon ütős film készült ebből, és én, ha bár csak részleteiben láttam, de azért az elejét és a végét a teljességében szemléltem, és idézettel, egy viszonylag hosszú és elgondolkodtató idézettel indít a film, szépen csöndben bontakozik ki. Rüdiger Safranski, egy német filozófus gondolatával indít a film. Mit fogalmaz meg, vagy itt igazából én azt láttam, hogy kérdésfelvetések vannak, amire azért szépen a film majd válaszol. Nekünk. Igen, ez a kérdésfelvetés, ez egy kicsit hasonlít a Csillagok háborújának az előzetesére, amikor bejön a szöveg, becsúszik a szöveg, és olvassuk a kontextust. Itt a kérdésfeltevés is hasonló módon nagyon egyszerűen fölveti Safranskinak azt a gondolatát, hogy a természet az azt adja, azt a választ adja, amit adnia kell. A teremtett világ ilyen. Egyedül az ember az, akinek a megismerés és a szabad akarat miatt
dolgoznia kell ezen a válaszon, önmagán. Nem vagyunk befejezettek emberek, és azt veti föl, hogy ebben a folyamatban, hogy dolgozunk önmagunkon, mihez kell igazodnunk. És igazából ez az alapkérdés, hogy mihez igazodunk, mi az a zsinór mérték, amit aztán a film szereplőim, beszélgető partnerei szépen elkezdenek boncolgatni. Hogy milyen zsinór mérték szerint élünk, mi a fontos, mi a zsinór mérték az egy gyönyörű magyar szó, tehát mi a Safranski kérdés, hogy mihez igazodjunk. Érezzük azt a mi világunkban, hogy az igazodási pontok nagyon eltűntek. És nagy a kapkodás, és nagyon sokan élnek úgy, hogy igazi értékrendszer, vagy igazi mérték, zsinórmérték nélkül élik. Aztán utána egy belvárosi képet, vagy egy utcaképet kapunk, ahol táncol egy baleréna, róla is majd mindjárt beszélünk, de az utca emberét is megkérdezték a film alkotói, és ezt mi már adás előtt megbeszéltük, hogy igazából nagyon negatív a felhangja az ő gondolataiknak azzal kapcsolatban, hogy mi szerint élünk, hogy a hatalom, a pénz motiválja mondjuk az embereket. Az egyik megszólaló azt mondja, hogy én élvezem az életet, és én úgy rendben vagyok az életemmel, de hogy mindegyik őjüknek a mondandója azért egy kis negatív fűszerezettséget kapott, pontosan az erények terén. Szerintem az, amit mondasz, az pontosan azt fogalmazza meg, hogy van egyfajta káosz a fejekben, a lelkekben, a szívekben, és nem akarunk megbántani egyetlen egy megnyilatkozót sem, de mindenkinek a válaszából többféle válasz érkezik, az utca emberének, ha bár mind értékes és nagyon-nagyon jó gondolatokat megfogalmazó ember, kiviláglik az, hogy igenis van egy óriási bizonytalanság az emberben, amiről az imént beszéltünk, és ezzel párhuzamosan, ahogy utalta rá, ott vannak a balerinák, akik gyönyörű fehér tűszoknyában, balerina öltözetben táncot lejtenek az utcán, a Váci utcán, a Batthyány téren, a Bemrak, mit keres ott egy balerina? Mindenki csavarja a fejét és nézi, hogy ilyet még nem láttunk. Egy gyönyörű mozgású balerina, akire jó ránézni, mit keres itt a Váci utcában, a Bemrak parton. Természetes, hogy ennek óriási mély üzenete van. Tehát az erények ott vannak közöttünk, és így rájuk csodálkozunk, hogy te jó ég, hát mit keres ez itt? Mi is ez valójában? Nem illik ide. Márpedig az a szépség, amit a balerina belevisz az utcába, az úgy ott van, ahogy az erény ott van a mi életünkben. Csak észre kéne venni a balerinát, mindenki észreveszi, mert annyira más, mint az utca. És azt gondolom, hogy ez a visszatérő motívum, a balerináknak a tánca meg az utcán, az pontosan arra ösztönöz minket, hogy itt van a szemed előtt, vedd már észre. Ez a zsinór mérték. Ehhez kapcsolódik, hogy a professzor azt mondja a filmben, hogy a négy sarkallatos erény, vagy az erények, nem tudom, hogy fogalmazott, hogy beépült a kultúránkba. Én azért ezt egy kicsit megpiszkálnám, hogy ez tényleg így van. Mondjuk nézhetjük akár a hívő emberek életét is, hogy mennyire van jelen az életünkben a négy sarkallatos erény, vagy hogy mondjuk azok milyen szinten vannak jelen, de nézhetjük akár a nem hívő embereket is, hogy na vajon az ő életükben ott van ez, csak nem tudnak róla? Persze, hogy beépült a kultúránkba, nem is vitatkoznék vele, abszolút egyetértek, csak olyannyira beépült, hogy már nem reflektálunk rá, nem vesszük észre. Az, hogy az erények mentén érdemes élni, és az erények fontosak, az nincs hithez kötve. Nincs Isten hithez kötve. Számunkra, keresztények számára, akik Krisztust követjük, a Krisztus hívők számára, magától értetődő, hogy ezek az erények, ezek azok a lábak, amire rá tudunk ülni, a szék lábai, igaz? Amiről Jézus tanítása, az evangéliumok burkoltan, vagy direkte, de állandóan visszatér. Viszont minden ember boldogan akar lenni. Tehát ez akár hívő, akár nem hívő, mindenkinek a célja az, hogy boldog legyen. Na most a boldogsághoz vezető út, az viszont nagyon sokféle lehet. És ahhoz, hogy ez az út rendezett legyen és emberi legyen, ahhoz az erények szerinti élet a fontos. És ehhez tényleg nem kell Isten hívő embernek lenni, hogy ezt valaki felfedezze, hogy én akkor vagyok boldog, hogyha mértékletesség szerint élek. Akkor vagyok boldog, ha van egyfajta bölcsesség az életemben, okosság, és akkor vagyok boldog, ha igazságosság szerint élem az életemet, és a közösség életemet is, és így tovább.
Föl is teszik a filmben ezt a kérdést, hogy hol keressük a boldogságunkat, és azért erre inkább ugye a mértékletesség fele megy el a válasz, vagy itt a mértékletesség erényét boncolgatják, azért pont ha csak az adventi időszakot nézzük, hogy legyünk mondjuk aktuálisak, hát a pénteken volt a Black Friday, amikor a plázák, az üzletek megteltek vásárlókkal, én mikor is? Pár nappal ezelőtt csak csekket befizetni mentem egy plázába, és mondtam, hogy na én most biztos, hogy nem jövök többször, annyi ember volt, és mindenki csak a fogyasztás körül forgott, holott azért adventben egészen másra készülünk, tehát így is aktuális ez a film. Örülök azért, hogy a Bonum TV is leadja adventi időben, mert mi november 15-től már adventet élünk, görögkatolikusok, hogy ebben az időszakban, ahogy mondod, a fogyasztásnak az ünnepében, pogány ünnepében tényleg lesz egy figyelemfelhívó film, amit megtekinthetünk egyébként a Kész honlapján is, de a videó megosztók honlapján is ingyen letölthető, megnézhető. Szeretnénk, hogyha kicsit elgondolkodtatna, hogy hogyan készülünk például a karácsonyra, ahogy utaltál rá. Azt látjuk mindannyian, hogy valójában, ami a demokratikus világban alapérték, és sokszor a legfontosabb, az az egyén szabadsága. Ugye a szabadság, ami természetesen az emberi szabadság, az tényleg egy alapvető érték, és azt mindenkinek be kell tartani és építeni, védenie kell. Viszont önmagában a szabadság az még nem jó. Az még nem lesz jóvá. Hogyha valaki elmegy szabadságra, és mértéktelenül eszik, iszik és bulizik, attól az a szabadság még nem lesz jó. Tehát a szabadság önmagában még nem egy olyan, ez csak egy lehetőség, amit meg kell tölteni. Tehát az emberi szabadságunkat mivel töltjük meg? Hogyan lesz abból boldogság? Erények nélkül ezt a szabadságot nem lehet elképzelni. És talán az a káosz, ami most uralkodik a jóléti vagy viszonylagos jóléti társadalmakban és azokban lévő emberek fejében, szívében, annak az az egyik oka, hogy a szabadság védelmében, a szabadságra hivatkozva bizony az alapvető értékeket kérdőjelezzük meg, vagy söpörjük le az asztalra. Nem mi, hanem bizony nagyon sokan. És ez nem jó. Erről szól ez a film. Nézzünk meg két K betűs szót, először a környezetet, aztán meg majd a korosztályt. Erre is az utca embere ad végül is egy nagyon frappáns választ, hogy egészen más, nem tudom, erényekről, erkölcsökről beszélünk mondjuk, és a filmben szó szerint mondta, hogy a Józsefvárosban, mint a mondjuk, kerületekben, vagy a nyolcadik kerületben, mint mondjuk a Budai Várban, és azért ez is érdekes, hogy a környezet hogyan befolyásolja, vagy mennyiben felelős mondjuk itt az erényekért a környezet az egyes emberek életében. Igen, ez is nagyon, nagyon kidomborodik, hogy az aluljáróban nyilatkozó fiatal ember azt mondja, hogy az a gyerek, aki itt nő föl, annak egészen más erkölcsi rendszere alakul ki, mint mondjuk, ahogy utaltál is rá, a Budai Várban fölnövő gyermeké. Mert a környezet hat ránk, de nem determinál. És nem predestinál arra, hogy azért, mert én ebben a környezetben nőttem föl, nekem olyanná is kell válnom. Gyönyörű ellenpéldákat látunk erre. Ez mindig a közösségnek a feladata, hogy annál többet adjon, mint egy ilyen negatív vagy veszélyeztetett környezetben élő ember kaphat. Tehát ez közös feladatunk, hogy a környezet az ne szorítsa be az embert, csak arra a pályára, amit adni tud, hanem többre vagy teremtve. És meg kell próbálni, igenis minden, az államnak is feladata, az egyházaknak is feladata, és mindenkinek feladata az, hogy abból a környezetből igenis fölemelje. És az lehet erényesen élni a lágerben is. Gondoljunk Kolbe atyára, vagy gondoljunk Placid atyáikra a gulágon. Tehát embertelen környezetben is lehet erények szerint élni, erre gyönyörű példák vannak, és azért Magyarországon általában nem beszélhetünk embertelen környezetről. Tehát ha akarom és vágyom az erényes életre, minden körülmények között meg lehet azt élni. Mennyire korosztályfüggő ez? Mert azért a filmben ugye az idézet is ugye valahogy úgy kezdi, hogy egy tiszta lappal indulunk, amit aztán a környezetünk, a hitünk, a nem tudom, a szülők, szóval, hogy megtöltődik az a tiszta fehér lap, és akkor itt utalnék a három fiatalra, akik a filmben szerepelnek, a Kossuth Rádió ifjúsági műsorát szerkesztik, és nagyon jó kérdéseket fogalmaztak meg, nem tudom hány évesek lehetnek, 10-20 évesek, fiatalok,
de nagyon, nagyon jó kérdéseket tettek fel, és aztán Besenyei Péterrel például a repülés kapcsán ugye a bátorságról beszéltek, tehát mennyire szól ez a film a fiataloknak, a fiatal korosztálynak? Azt gondolom, hogy a szándék is az volt, hogy nekik szóljon, de ez egy olyan film, amit, ahogy szokták mondani, olyan, mint egy patak, amelyben az elefánt is megfürdik, és a kisegér sem fullad bele. Tehát igenis meg kell nézni idősebbeknek is, hiszen az idősebb hat a fiatalra, és egy kicsit talán meg is értjük a három zseniális fiatal szereplő gondolkodása, párbeszédei kapcsán, hogy ők hogyan gondolkodnak. Mert tényleg van egy generációs szakadék, több generációs szakadék, és az idősebbek nem tudnak a fiatalok a mai tizenévesek fejével gondolkodni, és ez segít ebben ez a film. Nagyon jó, pont eszembe jutott szerencsére, hogy mit mondtak a két lányról és egy fiúról van szó, neveket sajnos most nem tudok, de a fiú fogalmazta meg, hogy hát én nem is mondaná azt, hogy erény, hanem inkább azt mondaná helyette, hogy pozitív emberi tulajdonság, igen. És akkor a lányok mondják, hogy hát ez milyen hosszú. De nagyon érdekes, hogy maga az erény szó is, hogy mit jelent, vagy hogy jelent-e még valamit mondjuk nagyon a tizenéveseknek. Gondolkodnak a mai tizenévesek és huszonévesek, de ez nem baj. Ez természetes, ez a fejlődéssel, a környezetünk változásával együtt jár. Csak ismerjük meg, próbáljuk megérteni, hogy az ő gondolkodásuk milyen. Ez a film szerintem azért nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy együtt is megnézhetjük a családon belül, mert nagyon jókat lehet utána beszélgetni. Te erről mit gondolsz? Szerinted ez így van? Vagy igenis tessék vitatkozni róla, szembesülni azzal, hogy nem egyformán gondolkodunk bizonyos dolgokról, de megtalálni a közös alapot. Mert azt senki nem vonja kétségbe, hogy milyen fontos a bölcsesség, vagy milyen fontos a mértékletesség, az igazságosság. A fiatalok szerintem nagyon jó csalik a filmben arra, hogy az ő szemükkel lássuk a világot, és az ő szemükkel lássuk az antik értékeket, amelyek, ha nem is beszélünk róla, azért nem mentek ki a divatból. Nézzük meg egy kicsit most a film végét, ott nagyjából minden szereplő egy-egy gondolata szerepel, vagy ilyen felütésszerűen zárul a film, hogy mi történik akkor, hogyha az erényesség megvalósul, vagy hogyha a négy sarkalatos erény mentén élik az emberek az életüket, és akkor nagyon érdekes válaszok, és amúgy ellentétes válaszok is érkeztek a megszólalóktól. Itt például a boldogság, aztán az utópia, a mennyország szó szerepelt, aztán pont Berán Ferenc atya mondja ki azt, hogy ez nem utópia. Hát akkor mi az igazság? Mindenki eldöntheti, hogy ki mellé áll, vagy hogy melyik megszólalónak ad mondjuk igazat? Ezek vélemények. És fontos az, hogy amikor végignézzük a filmet, akkor hallgatunk olyan szereplőket is, akik valamilyen erényben jók. Ugye a szentek is a katolikus egyházban azért váltak szenté, mert valamelyik erény tökéletes módon, vagy majdnem tökéletes módon gyakorolták példamutató értékűen. És ezek a szereplők, ahogy elmondják a saját maguk életét, élettapasztalatát, megfogalmazzák azt, hogy ők boldogok. Tehát lesüt a televízióból, a képernyőről az, hogy ezek az emberek valahol igenis boldogok a mélyen. És azt gondolom, hogy a különböző vélemények emiatt válnak csak véleményé, mert ezek a szereplők a saját maguk szemük ragyogásával és boldogságukkal hitelesítik azt, hogy így érdemes élni, még ha nehéz is. Még ha nehéz is. Tehát nem utópia, mert ők ezt megélik. Tehát lehet valaki bátor, pont a műrepülő Besenyei Péter azt mondja, hogy aki nem fél, az buta. És hogy ő alapvetően egy gyáva ember. Vagy ott van a két fogyatékos gyermeket és két egészséges gyermeket nevelő édesanya, aki elmondja azt, hogy ő szembe ment a racionalitással, az orvosok véleményével, és vállalták férjével együtt a harmadik, negyedik gyermeket. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem utópia, mert látjuk az erények gyümölcseit ezeknek az embereknek az elmondásában, az életében. És innentől fogva bízom benne, hogy a film az vonzó, és gyümölcsöket mutat meg, hogy nem lehetetlen, még ha a környezet olyan is, amilyen. Te lehetsz erényes, te lehetsz boldog ezen az úton.
Én úgy vagyok vele, hogy annyi értékes gondolatot, vagy annyi jó gondolatot, vagy gondolatébresztőt lehetett látni, hallani a filmben, hogy amúgy nem is elég szerintem egyszer megnézni, mert hogy mindig talál az ember újat és újat, de most így zárásként, mert már tényleg elfogyott az időnk, neked milyen volt megnézni ezt a filmet először, vagy milyen volt látni, hogy azért gondolom tudtad, hogy miről, hát miről szól, az persze az adott volt, de hogy milyen lesz, vagy hogy ilyen lett, az azért gondolom meglepetés volt. Nekem nagyon nagy meglepetés volt, még így belülről megélve is, mert teljesen másra vártam, számítottam, és nagyon örültem annak, hogy gyönyörű a képi világa, igényes és tele van motivumokkal, és ugyanakkor pedig rendkívül őszinte. Tehát itt senki nem pózol, itt mindenki magát adja, itt nincsenek álarcok. Az okos ember az okosságát hitelesen mondja el, a szereplők pedig, akik ahogy említettem, erényes életet élnek, ők pedig hitelesek. És ez az őszintessége a filmnek, és a gyönyörű képi világa, és a zenei világa, azt gondolom, hogy egy élmény. Tehát én nagyon csalódtam kellemesen benne, mert nagyon mást vártam, és nagyon örültem annak, hogy tényleg egy olyan film, ahogy mondod, hogy nem muszáj egyszerre végignézni, ahogy nem olvasunk el egy novellás kötetet sem egyszerre, hanem részenként. És hagyjam, hogy elindítsa a gondolataimat. Tovább kell gondolni, és ez a tovább gondolás hatni fog az akaratra, és hatni fog az életünkre, különösen most adventi időben. Igen, tovább kell gondolni, és meg kell élni végül. Igen. Is az ott elhangzottakat. Ákos, hogyha nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és további áldott szolgálatot kívánunk neked. Szépen.